Nagy szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a második építészeti Oscar-díj ünnepélyes átadóján. A díjról. A férjem Tokár György íbül- és primadíjas építésszel 40 évig éltünk együtt. Tulajdonképpen az egész életünk az építészet körül forgott, és a beszélgetéseink tárgya is leginkább az építészetről szólt. És az utolsó években azt konstatáltuk, hogy azok az ideálok, amit mi az építészettel kapcsolatban hittünk és fontosnak tartottunk, azok valahogy feledésbe merülnek. És arra gondoltunk, hogy nyilván csepp a tengerben egy ilyen kis szerény díj, de valahogy mégis felhívni a figyelmet, hogy egy épületnek valahogy párbeszédben kell lennie a környezetével. Nagyon rossz helyzetben van most az építész a hogyan továbbot illetően, mert hisz én azt szoktam mondani, hogy ilyen bulvárrá kezd válni az építészet is, amikor nem egy épületnek az értéke és a szépsége és a jól hasznosíthatóság a dolog a lényege, hanem az a fontos, hogy nagyon durranjon, valami extra truváj legyen benne, teljesen független attól, hogy ez mibe kerül, és az emberek hogyan tudják használni, hogyan illeszkedik az illető városképbe, hogyan tud azonosulni az emberek ízlésével, és így tovább. Tehát ez ebben a percben egy teljesen feloldhatatlan ellentmondás. Az Oscar díj, vagyis az alapító Kösko Judit és Tokár György által választott, támogatott építészetet alternatívnak is mondhatnánk. Ez ugyanis az igényesen formált, szerényen viselkedő házakat díjazza. A főirány azonban korunkban sajnos a fekete, esetleg szürke dobozoké. Úgy tűnik, mintha nem csak Magyarországon, hanem világszerte a nyugati világban kultúra formáról rangra emelkedett volna a fekete doboz építészet. Az Oscar-díj természetesen nem ilyen építészetet jutalmaz, sőt, épp a fekete doboz építészet ellenében méltat, barátságos, befogadható és környezetüket tisztelő házakat. A Bíráló Bizottság nagyon jó összetételű, mivel hogy különböző építészeti irányzatokban, gondolkodásmódban dolgozó építészek vannak benne, ezért egy izgalmas szellemi kirándulás, az, hogy a beérkező pályamunkákból kiválasszuk a díjazottakat. Ha nincsen egyetlen egy kiemelkedő, vagy esetleg több nagyon jó pályamunka érkezik, akkor ugye tavaly 3-at díjaztunk, idén pedig 2 építész díjaztunk. A 2 díjazott, a Erhard Gábor építész által tervezett Tarcali Kutatóintézet új irodaépülete, a másik pedig Magyari Éva és Pazár Béla által tervezett Miskolc-avasi lakótelepen egy református templom és közösségi ház. A Bíráló Bizottság munkája több összejövetellel történt, illetve elutaztunk közösen, és megnéztünk 6-8 épületet Budapesten, a vidéken is, Nyíregyházán, Miskolcon és egyéb helyeken. Az derült ki, ismét, hogy a helyszín megtekintése és a helyszínen az épület érzékelése az nagyon fontos. Fotók alapján teljesen más sorrend alakul ki a bizottság tagjaiban, az építészekben, mint a helyszínen. Megváltozik az egész. Tehát egy épület ott él, ahol van, nem pedig a fotókon. A pályaművek leírásai közt valaki idézi Csete György érzékeny definícióját, miszerint építeni annyi, mint műtétet végezni anyánk szemén. Mintha a jelen pályaművek ennek a műtétnek a léptékét kitágították volna az arc egészére, aminek következtében az érzékenység léptéke is megváltozott, és a környezet arculatának függvényében személyesebbé vált. Nagy örömünkre szolgált, hogy rengetegen regisztráltak, 100 körül jöttek el az érdeklődők, és nagyon jó hangulatú volt, azt hiszem, az ünnepség. Azt gondolom, hogy méltók voltak a díjazott épületek. 2 azonos értékű díjat osztott ki a zsűri, az egyik a Miskolc Avas déli meglehetősen komor és rideg lakótelepen
egy református templomot, amelyik a maga hihetetlenül puritán visszafogott téglaarchitektúrájával egy másfajta minőséget képvisel, mint az a furcsa, szürke beton rengeteg. A másik, az egy egészen más hangulatú épület volt, az Tarcalon, a Tokaj világörökség egyik fontos településén, egy szőlészeti és borászati kutatóintézetnek az irodaépülete. Mellette van egy gyönyörű régi műemlékkúria, és az építész Erhard Gábor ezt úgy oldotta meg, hogy egy T-alakú épülettel végül is egy új teret hozott létre, hiszen ez a beadott anyagban szerepelt, egy rendkívül ormótlan, szörnyű épület állt korábban a helyén, ez a 70-es években épült, kilógott az utcára, tehát nem, hogy tér nem volt, hanem egy lehetetlen helyzet volt. Úgyhogy ezt lebontották, mert hogy egyébként statikailag valami, tehát indokolt volt a bontása, és egy nagyon szép és egy nagyon harmonikus teresedés jött létre. És a harmadik díjazott, ez egy külön díj volt. Én vetettem fel, de a zsűri teljes egyetértésével találkozott, hogy nemrég adták át, és hál' Istennek nagy sikert aratott a Magyar Zeneháza, amelyik azt gondolom, hogy éppen annak a célkitűzésnek felel meg, ami a díj lényege, hogy az épület illeszkedjen abba a millióbe, ahova terveződött. Na most a Magyar Zeneháza, ahol szinte karnyújtásnyilag ott maradtak a fák, és a kint és a bent, és ez az egész légies, fantasztikus megformálása, ez tényleg jogosan nagyon nagy siker, és zarándokolnak az emberek. De az én gondolatom az volt, hogy miután ezt 7 évig tervezték, magyar tervezők leginkább, 30 cég, 150 munkatársa, élén a Noll Tamás vezette timpanon, M-timpanonnal és a vezető tervezővel, Varga Bencével az élen, hogy a magyar építészeket tüntessük ki, vagy egy külön díjjal hívjuk fel rájuk a figyelmet újra és újra, mert róluk viszonylag kevés szó esik. Úgy érzem, hogy a díj, amelyet ma második alkalommal fogunk átadni, azt az építészetet, azokat a házakat kívánja a figyelem középpontjába helyezni, amelyek az építészeti kultúra egyfajta folytatásaként kezelik az épületet és a helyet, ahova készülnek. Azokat az építészeket, akiknek fontos a kötődés a hely szelleméhez, fontos a harmónia és fontos a meglévő építészeti gondolatok folytatása mindamellett, hogy épületeik új mondani valót, az építészet alapkérdéseire adott aktuális válaszokat is adnak. Az építészek nagy részre fontosnak érzi a díj alapvető témafelvetését, a humánum, a harmónia, a környezettel való szerves kapcsolat fontosságát. Úgy tűnik, sokan érzik azt, hogy korunk extremitásba hajló világában ezek az élethez nélkülözhetetlen értéket kevesebb figyelmet kapnak.